Üdvözlök mindenkit, én Kilin2007 vagyok, és ebben a mai videóban World of Tanks blitzezni fogunk. Na és hát a mai videóban az előző résznek úgymond a második rész lesz, amelyikben ennek a négy tanknak, amit itt láthattok, ugye az UE57, T28 mod 1940, PZFS-sel 4C, illetve a T25-nek fogjuk megnézni, hogy miket érdemes rárakni, illetve ugye megyünk velük egy-két tesztkört. Azt így még egész elején el szeretném mondani, hogy ha minden igaz, akkor csütörtökön olyan 10 óra környékén lesz majd volt Blitzból egy live Marcellal, amelyikben is prémium tankokkal fogunk, nem is én prémium tankokkal fogok jönni, és farmolni fogjuk a kreditet, illetve megpróbáljuk itt konténerekből megszerezni a Churchill Gun Carrier-t, ha minden igaz. Ugye most van 30 darab, és remélhetőleg el fogunk jutni ott a 100-ig, vagy el fogok jutni. Na de hát, szerintem kezdjünk is bele. UE57. Mit kell tudni az UE57-ről? Ugye ez a World of Tanks-ben a második legkisebb, illetve a World of Tanks Blitzben valószínűleg a legkisebb tank, mivel ugye a TKS-20 az nincs itt a volt Blitzben. Amiket tudni kell róla, hogy ez körülbelül egy ilyen papírtank, ugye Tier 3-as révén, szóval szinte mindenhol is belülhető, eladási ára 50 arany, ugye, illetve a HP-ja 450, viszont Improved Assembly-vel ugye feljebb vihető 477-re. Általában ugye van egy olyan nickname, hogy The Rat, szóval a patkány, hogyha jó vagyok angolból. Hát ez valószínűleg ugye arra utal, hogy tök kis termetű, illetve ugye jól el tud rejtőzni. Úgymond ajánlott játékmódok, amikkel javasolt vele így játszani, az, hogy körülbelül csapatosan mész, és hogyha szembe jön valaki, akkor azt elkezded lőni, mivel a DPM-je, szóval az, hogy percenként mennyi seb, ez az elég jó az UE57-nek. És akkor szerintem szerüljük is fel equipmentekkel. Ugye itt oldalt fogjátok majd látni. Általában szinte minden tanknál ezt az equipmentet használom, sőt, jelenleg minden tanknál ezt az equipmentet használom. Ugye, szerintem ez a legjobb equipment, lehet egyes tankoknak kivétel. Ahogy látjátok, Ammunition-nél ugye van 60 AP, illetve 10 darab APCR. És hát szerintem térjünk is át a következő tankra, a T28 mod 1940-re. Amit tudni kell a T28 1940-ről, hogy ugye ez egy Tier 4-es szovjet gyűjtői tank, eladási ára 100 arany, illetve a HP-ja az 600, és Improved Assembly-vel 636-ra vihető fel. Érdekesség, hogy összesen 503 tankot gyártottak, ugye 1933 és 1940 között ebből a tankból. A páncélzata az már picivel jobb, mint az UE57-nek, még ez is eléggé könnyen belőhető itt szemből is, meg itt szinte mindenhonnan. Egyedül itt oldalt, ott a lánctalpak között, itt hátul a motornál, és itt a lüvegpajzsnál, vagy minek hívják, itt van egy picivel erősebb armor, amúgy tök könnyen belőhető. Az equipmentek azok ugyanaz, mint ugye az UE57-nél. Ugye. Illetve a Provision-nél én ezt a Consented Milk-et javaslom. Ammunition-nél pedig ugye, hát, amit
ami picit más, mint a többi tankba, hogy ugye a úgymond gold lőszere az nem az APCR, szóval az Armor Piercing Composite Rigid, hanem a HEAT, a High Explosive Anti-Tank, ugye. Ezzel még nem játszottam, szóval kíváncsi leszek, hogy mit tud. Nem akarok túl sokat rakni belőle, mert hát ugye most jó lenne minél kevesebb pénzben megúszni ezt az egészet. Na és a következő tankunk ugye a PZFSL 4C német Tier 5-ös Tank Destroyer. Ugye mit kell tudni róla? Szinte ugyanolyan papírpáncélzata van, mint az UE57-nek, szóval mindenhonnan is belőhető. A HP alapból 700, Improved Assembly-vel 742-re növelhető. És általában ez a tankkal a játékmód az az javasolt, hogy beállsz egy bokorba, és snipelsz, mivel hogy tök lassú, tudtommal, viszont azért az átütése az elég jó. Nézem is, azt mondja, igen, a top speedje az 60 km per óra. Hát akkor nem annyira lassú, de ugye fordulnia kell ahhoz, hogy lőjön, mint szinte minden páncélvadász. Szóval ugye ezzel a bokorba kemperős módszer javasolt. Equipmentek ugyanazok. Ammunition-ül ugye AP és APCR található. Mennyi fér bele? 48, akkor 45, illetve így. Illetve a Provisionnél én a Chocolate Bart, illetve a... Szerintem a Protective Kitet fogom használni most. Ugye, kamu az meg úgy marad. És hát térjünk is át az utolsó tankunkra, amit itt szeretnék nektek bemutatni, avagy a Panzerkampfwagen T-25-re, egy Tier 5-ös német prémium tankra. Amit erről tudni kell, hogy ugye ez egy elég jó tank, a páncélzata az már egy fokkal jobb, mint a T-28 Mod 1940-é, szóval azért ezt nehezebb beütni. Ugyanúgy itt a lövegpajzsnál van egy viszonylag erősebb páncél. A HP-ja az 760, és ugye az Improved Assembly-vel 806-ra növelhető ez az összeg. És hát én amondó vagyok, hogy szerintem kezdjük is a meccseket, szerintem kezdjük először az UE57-tel. Na és hát bent is vagyunk ugye a Mirage nevezetű mapon. Nálunk három UE57 van, ami most ugye annyira nagyon nem meglepő, meg, mert ugye van ez az event, és ugye lehet szerezni. Szerintem hát ugye töltési időnk egész jó, szóval 4,5 szek. Ilyen 30-35 km per órával tudunk haladni előre. Szerintem az lesz, hogy felmegyek erre a dombra, és innen megpróbálok majd sniperkedni. És meg is jelent az első célpontunk, egy Panzer 3, és tökéletesen elrontottuk a lövést. És ott volt, hogy el tudtuk volna lőni talán, de nem sikerült. Na most eltaláltuk és trekkeltük, de megjavította magát. És lőnek, szóval visszavonulunk, ugye egy Kaiser 4 az, ami lő. Most itt van egy Kaiser 4 és egy U57, és nálunk egy T-15, és én.
Megpróbálok segíteni a T-15-nek amennyire lehet. Maximum mind a ketten belehalunk. Szerintem a D2 az minket célba vett, elég durván. És a lövésünket elrontottuk. Most úgymond üldözzük a Kaiser 4-et. És nem sikerült lőni, és ezért a Kaiser 4 kinyírt, 7 HP-ja maradt, és hogyha a T-15 segítene, akkor segített volna, akkor talán még én is túléltem volna ezt a meccset, de nem segített, így nem éltem túl. De végül a T-15 kinyírta. Szerintem térjünk is át a következő csatára, ami a T-28 mod 1940-nel lesz. Na és hát bent is vagyunk a Mines nevezetű mapon, ugye full tier 4, és hogy látom, van egy T-61, ami hát nem tudom mennyire jó. A töltés időnk az 7,5 sec, szóval nem hiszem, hogy nagyon majd el fogunk crasholni az ellenfélre. Rendben, itt a 20-szal megyünk. Ott egy másik a 20, akit nem látunk. És egy Panzer 4D. Jó, ez sajnos előtt engem, de... Jó. Ez hülyeség volt szerintem, hogy így kimentem most. Majdnem 400 HP-t veszítettem, és közben ott van oldalban a T-61, szóval arra is kéne figyelni. Meg sem is tettük, és a Hetzer kilőtt. Hát ez se volt túl jó csata. Közben nyissunk egy galaktik konténert. Oké. Na és hát bent is vagyunk egyből a csatába, a Black Gold Vy nevezetű pályán. Ugye tier 4, tier 5. Meglátjuk ebből mi lesz. Ugye nálunk csak egy KV-1 van, nálunk pedig egy BDRG és egy KV-1 a heviknél. Látom, KV-1 se erre jön. És 7 szenkes újratöltési időnk van. Gyorsaságunk nem haladja meg a 30 km/h, szóval mégis olyan gyors a tank, mint ahogy írták. És ha itt felállok, akkor vajon spotolnak, vagy nem? Ez itt a kérdés. Jó, az a baj, az M4 sörmenőre nem látok rá még. Ráláttam volna, de... Jó, KV-1 azt kapta. És előttek. Oké. És az M4 Sherman az engem előtt olyan távolról, hogy én észre se vettem.
Annyira. Kávé egyet közben kilőtte a mi spike-unk. Megpróbálok pozíciót váltani, de nem tudom, ez mennyire fog segíteni. Jó, az emlésérben kapta, az A20 az ott leégett. Szóval itt van egy olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy BDRG1. Jó, ezt kapta. Jó, szép, megöltük. Közben jó, az emlésérben halt, és itt ami veszélyt jelentett rám, az ez a Crusader, mert azért elég gyorsan betölt. Jó, kicsit kijebb jönne, akkor az jó lenne. Jó, szép. Közben a T-28 mond 1940-ünk kilőtte a Crusadert, és most már csak egy T-34-es maradt, amire hát szerintem rá lehet menni most. 6-1 az állás, egy A20-unkat sem isítették meg. Hoppá. Jó, a T-34 egy törtés gyorsítást nyomott. És akkor az már meg lesz, ott már hiába jönnék. Jó, GG. Hát na hát, egyelőre a PZS SFL 4C az, ami olyan tank, hogy úgymond itt kezelni is tudom. Szóval, hogy hát a többit azt nem nagyon sikerült. Sőt, vesztettem is, na mindegy. Na hát szerintem térjünk is át ugye a T-25-ös csatára. Na és hát bent is vagyunk egyből ugye Copperfieldnél, Tier 4, Tier 5, ugyanúgy. Egy kis credit booster, ugye 7,2 szekes töltési idő van. És egy-egy heavy van mindkét csapatnál, ugye nálunk a KV-1, náluk pedig egy B1-es talán. Viszont náluk van egy AT2, ami azért nem annyira rossz. Nálunk meg S35CA, ami hát ugyan elég sokat sebez, nincs annyira nagyon jó páncélzata, mint az AT2-nek. Jó, jelenleg nem látok senkit, ami vagy azért van, mert nem tudok olyan nagy range-be ellátni, vagy azért, mert nincs itt senki. Valószínűleg az utóbbi. Jó, a B1 kapta, és meg is jelent az A20, aki nem AFK. Jó, ezt jó tudni. Jó, nyomjunk egy töltésgyorsítást. És az STRV-t ellőjük, azt hagyjuk a többieknek, ha akarják kilövik, ha nem, akkor meg majd mi lőjük ki. És van egy pici lag. És ezek szerint... De jó, hogy el... Nem, nem rontottam el a lövést, csak kicsit késett, akkor ez jó. Ugye ott az S35C-nk az lehet, hogy halni fog, mivel hogy az M4 sörben az rámegy, és egy lövés az emlésőr számára. Jó, Matilda Black Prince halt. Ugye náluk még egy AT2 emlésőr, mint egy Panzer 5-4 van. Az AT2 kapta.
Jó, engem itt mindjárt meg fog ölni az M4 Sherman, szóval jó lenne, ha a Leopard segítene, mert AT2 vagy M4. Jó, választom az M4 Sherman-t. Jó, ezek szerint van esélyünk arra, hogy ne halljunk meg. Ne lőj ki, 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 elrontotta. De mi nem. Szóval ez egyelőre jó. És hogyha az AT2 valamerre mozdulna, akkor esetleg ráláthatnánk, de csak akkor, hogyha lejön. Vagy mutatja a kupoláját. Amit nem illettünk ki, de a Top Gun az így is megvan, szóval GG. Négy csatából kettő lett nyertes csata, kettő pedig vesztes csata. Hát, egy őszintét megvalva ebből a négy tankból, ami tetszik, vagy esetleg használni fogom. Hát a T-25 az biztos, illetve a PZSFL 4C nem annyira rossz. Az UE-57 az, nem tudom ki, hogy van vele, de nekem annyira nem jön be, mert hát nem tudom, csak úgy nem jön be, mert nem tudom, lassan, hát annyira gyorsan nem tölt, illetve picit pontatlan, de hát mondjuk egy Tier 3-tól nagyon sokat nem várhatunk. Viszont hát ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Még egyszer jelzem, csütörtökön 10-től, ha minden igaz, akkor World of Tanks Blitz Live itt a YouTube csatornámon. Ha tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve ha még nem tettitek meg és szeretnétek, ne felejtsetek el feliratkozni. Én Killing2007 voltam, sziasztok!